Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Herceg Mária, a Magyar Szakszervezetek Nőtagozatának elnöke. Ez itt Sokkolom. Jó napot kívánok! Milyen volt az út mifelénk? Tökéletes. Belvároson keresztül, én a belvárosból jövök, úgyhogy tökéletes. És most szabadságon van, vagy kiugrott a munkából? Most szabadságon vagyok. És amikor dolgozik, akkor hol dolgozik? A Magyar Államvasutaknál dolgozom, annak egy cégénél, a humán szolgáltatóban. Hány éve csinálja ezt? 33 éve vagyok vasutas. És akkor üdvözöljük úgyis mindegy vasutast. Ma komoly problémák vannak a vasútnál, a felső vezetékek megrongálódtak, úgyhogy többfelé a vonatok késnek, illetve nem is járnak. Mióta szakszervezeti tag? Gyakorlatilag mióta vasutas vagyok. Akkor most a vasutat tegyük félre, hisz nem mint vasutast hívtuk meg, hanem mint a szakszervezet nőtagozatának az elnökét. Vajon a vasúton belül és mindenhol Magyarországon a nők tényleg olyan hátrányos helyzetben vannak a fizetési feltételekkel? Igen. Hát, hogy miért, ennek sok összetevője van. Mert a nemzetközi statisztikák ezt mondják, hogy... Nem csak a nemzetköziek, a hazaiak is ezt mondják, sajnos. Ez annyit jelent, hogy ön nem elég harcias? Láttam, hát, csak nem rajta. Nem hosszú kifestett körmökkel, amivel így meg lehet kaparni a férfi szakszervezetek bizalmi arcait. Miért van ez? Miért hagyják magukat? Igen, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen mi nők is tehetünk erről, hogy kevesebbet keresünk. Igen, mert rossz érdekérvényesítők vagyunk. Egy magyar nőnek, van a magyar néplélekben egy ilyen, hogy a nőnek a kötényéből is el kell tartani a családját, és sokkal rosszabb munkafeltételek között, sokkal rosszabb fizetésekért is elvállaljuk a munkát a biztonság érdekében. De miért? Ez így vagyunk szocializálódva. Fél pénzért dolgozni. A szocializmusra szocializálódtak így, amit abszolút nem is értek. Ezt az elmúlt napokban próbáltam tanulmányozni. A szocializmus állítólag arról szólt, hogy teljes egyenlőség van. De hát ott sem voltak egyenlőek a fizetéseik. Ott sem voltak egyenlőek, és egyébként ezt hozzuk magunkkal. És azt kell mondjam, hogy ami még ettől is meglepőbb, ha belenézünk ebbe a kosárba, hogy a menedzserasszonyok vállalják el a legrosszabb fizetési feltételek között a munkát. De miért? Mert mindenképpen vezetők akarnak nekem lenni. Valaki azt mondta, egy férfi, igen, hogy a státuszkóért. Tehát olyan sokat mondott le, amíg eljutott arra a pontra, hogy ő egy vezető lehet, vagy egy menedzser lehet, hogy már a fizetés nem számít, csak hogy elérje a státuskót. Ez egyszerűen elképesztő. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy egy nő miért keres ma kevesebbet, mint egy férfi. Na de ha ugyanolyan munkát végez egy nő, mint én, akkor a napnál világosabb, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kellene, hogy kapja. Ez napnál világosabb. Mit tesznek maguk azért, hogy ez így legyen? Hát először is fölhívjuk a figyelmet rá, hogy ezt ne hagyjuk. Kinek a figyelmet? A nőknek. Fölhívjuk a tisztségviselőink, a férfi tisztségviselőink figyelmét, hogy amikor bértárgyalnak... Azok mondom, hogy nem mindegyiknek van felesége. És igen, lehet, hogy meg lánya, vannak, meg anyukája, meg a környezete. De hogy figyeljenek arra, hogy amikor a kollektív megállapodásokat kötik, amikor a bérmegállapodásokat kötik, akkor amikor elkérik hozzá az adatokat... Miért férfiak kötik ezeket a kollektív megállapodásokat? Ez egy szép. Mert mintha úgy mondta volna, hogy ez egy himnemű feladat lenne. Sajnos azt látjuk, hogy a szakszervezeti vezetők is férfiak. Hát nem csak a Magyar Államvasutaknak a vezetője például egy nő. Ez szerencsés nagyon helyzet, egy nő. Nagyon csinos, okos nő, de hát ő mindent meg is tesz annak érdekében, hogy nőkkel vegye magát körül, női vezetőkkel, de azért a vasúttársaságnál csak 25%-a nő összességében. Ez mindig egy maszkulin munka volt. Ez a nagyvállalatokhoz képest egy jó eredmény viszonylag, a 25%? Én azt gondolom, hogy... Tehát azt gondolom, hogy az, ha ma megnézzük az államvasúti társaságoknak összességében a vezető pozícióban lévő nők számát, akkor ez egy nagyon nagy eredmény. Tehát egy jó eredmény. Sok nő került mostanában a pozícióba. De összességében az üzem az maga egy férfias üzem. Tehát az azért nem nőknek való. Van mozdonyvezető nő is? Igen. Vonatvezető nők vannak. Mert ugye pilóta nők már vannak.
Igen. Én újból azon próbálnék rugozni, hogy mit tesz ön, mit tesz a szakszervezet, mert az, hogy elmondják és sírnak, az rendben van. Kampányolunk. Kampány, ez az. Mikor volt utoljára egy jó kis tüntetésünk? Jó kis tüntetésünk ez nőügyben még nem volt, de lehet, és már készülődik, mert ha a kormány így fog hozzáállni ehhez a kérdéshez, akkor lesz is. Például egy kampányt folytatok most már lassan egy éve. Igen, azt látom, hogy van egy 3/4 pénz a blúzán. Ez egy 20%-kal kevesebb pénz, ez egy 100 forintos, ami 80 forint, ahogy a fiúk szokták mondani. Ugyanis az Európai Uniónak van egy ajánlása, hogy minden tagállam 2014-ben hozta a bizottság, hogy minden tagállam tegyen azért, hogy eltűnjön a nők és férfiak közötti vérkülönbség. Most Magyarország kormánya 14 óta nem sikerült ezzel, még csak napirendre tűzni sem. Viszont csomó mindent megoldott. Hát, gondolom, nem maradt erre idejük nyilván. Mi próbáltunk erre hát egy kicsit nyomást gyakorolni rájuk, hogy ezt tegyék meg, és képzelje, nem átallotta vissza én a Cseresnyi és Péter a Szakszervezeti Szövetségnek, hogy hát se tudásuk, sem gondolatuk erre nincs, hogy kellene ezt megoldani, inkább megvárnánk, hogy mit csinál ebben Európa, és a többiek mire jutnak, aztán annak a tapasztalata alapján majd Magyarország is csinál valamit. Hát én azt gondolom, hogy egyszerűen de nem jó. De ön biztos tudja, hogy Európa mit csinált, hisz 2014 már 3 éve volt. Hát persze, hogy tudom. Hát a németek például a németeknek most fogadták el néhány hónapja a Bundestag egy törvény, egy rendes törvényben van leírva, hogy lépésről lépésre mit kell megtenni annak érdekében, hogy eltűnjön a bérkülönbség. Kollektív elküldenek Cseresznyi és Péternek. Gondolkodom rajta, hogy összegyűjtjük. Én már így szoktam fogalmazni a sajtóban, hogy mind a tudás, mind az akarás nálunk rendben van, hogy kisegítjük Magyarország kormányát ebben a szakpolitikában. Mikor fogadta el ezt a Bundestag? Ezt körülbelül 2 hónapja. És 2 hónap alatt nem volt idejük ezt elküldeni Cseresznyi és Péternek? Lehet, hogy a hiba az önök készülékében is van? Tessenek szívesek fölébredni, na menjünk tovább. Milyen példája van még az Európa Unió? Muszáj, mert még a végén azt hiszik, hogy rokonom, ismerősöm, és azért hívtam, és hagyom itt beszélni, hogy elsírja bánatát. Nem, hát azért azt kell mondjam, hogy azokat a tudásokat mi átveszünk a szakszervezetben. Tehát nem csak megolvassuk, meg elolvassuk, hanem megtanuljuk. Például azt, hogy kollektív megállapodásokban, az, hogy a bértárgyalásoknál külön kitérünk, és ez Magyarországon már alkalmazzuk, hogy speciálisan foglalkozzanak tehát a bérkülönbség. Természetesen. Tehát azért ezt mi azt kell mondjam, hogy a kormányzattól függetlenül tesszük a dolgunkat szakszervezetek, csak hát azok kevésbé látványosak, hiszen az egy kis csak... Hány tagja van a szakszervezetnek? A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek 110 ezer tagja van, ennek körülbelül 50%-a. Sok vagy kevés? Mihez mennyi képest? Volt a szocializmusban? Hát a szocializmusban mindenki tag volt, szakszervezeti tag volt, tudomásom szerint. Aztán ez szépen, ahogy a nagyvállalatok fölbomlottak, úgy olvadt el a tagság. A mostani 110 ezer mind fizet tagdíjat is? Igen. Hány százaléka nő ezeknek? 50%-ánál több. A szakszervezetnek ki az elnöke? Egy nő vagy egy férfi? Egy férfi. Sőt, az alelnöke is férfi. Sőt, a testületek nagy többsége is férfiakból áll. És ezt ön miért tűri csendesen? Hát, mert nem kérdezne ilyet, ha ismerne jobban, mert akkor tudja, hogy nem csendesen, és nem tűröm, hanem mindig tehát mindent megteszek annak érdekében. Hogy milyen reményeik vannak a nőknek a szakszervezet? Mit fog tudni hozni nekik? Hát, illetve ők mit tudnak hozni maguknak, saját maguknak? Én azt gondolom, hogy kitartó munkával föl kell a nőket ébreszteni. Tehát föl kell hívni folyamatosan a figyelmüket, hogy ne hagyják magukat. Tehát ez az egyik legfontosabb. Aztán amikor a nők fölismerik a saját lehetőségüket, és élnek is vele, mert talán már felismerték, de nem élnek vele, amikor élni fognak vele, akkor megjön az eredmény is. Például a vasútnál azt mondja, hogy 25%-a a dolgozóknak nő. A MÁV csoportban. A MÁV csoportban. Ebből mennyi vezető van, és mennyi valami más? Hát ezt így nem lehet, nyilván én nem készültem a statisztikákkal, világos. De azt lehet látni, hogy azokon a területeken, pénzügyi területeken, HR-es területeken, de szakmai területeken is egyre több nő kap lehetőséget. Ez szerintem olyan 5-6% belőle nő. Ezt fölhangosították a fülembe is, hogy egy életre megtanuljam, úgyhogy ezt ki is venném a fülemből, mielőtt megsüketülök, saját hangom hallom vissza a fülembe. Tehát a 25% ön meg van győződve arról, mennyi időn, 1-2 éven belül fogják elérni a férfiak fizetését? A vasútnál nincs olyan nagy baj, mert nálunk tarifarendszer van, nagyon szigorú szabályok vannak. Az elvállalás, vagy a
Inkább ott van a különbség, hogyha összerakjuk az összes férfi és az összes nő fizetését, akkor nyilván lesz egy különbség. Már magában az, ennek a kérdésnek a felvetésekor egy csapda, hogy mi mennyi, mit kell mivel összehasonlítani. Én ugye annak a egy kalauzt egy kalauzzal. Ez így van, ott nincs különbség. Egy vonatvezetőt egy vonatvezetővel. Így van, tehát ott nincs különbség. Tehát hol lehet a különbség? A takarító néni vagy a takarító a menedzserek bácsik. Között van a különbség. A középvezetők között van a különbség. A fizetés az, az iskolai végzettségtől függ? Igen. Vagy... Igen. De a nőknek az iskolai végzettsége nem magasabb, kevesebb, mint a és mégis kevesebbet keresnek adott esetben. A MÁV egy tulajdonképpen egy állami vállalkozás. Hogy lehetne, tehát akkor az állam pozitívan áll a dologhoz, hogy lehetne ezt kivetíteni az egyéb munkával? Én azt gondolom, hogy a MÁV ez mindig jó példával jár elő, és megteszi azt, amit a társadalmi felelősségvállalásból megtehet. A MÁV-nak van esélyegyenlőségi terve, az övé volt az első, tehát mi készítettük el a Magyarországon az első esélyegyenlőségi tervet. Ennek vannak olyan fejezetei, ami kihatással vannak a többi vállalatokra. Sokszor hozzánk jönnek tanulni, vagy hozzánk jönnek tapasztalatért. Van egy percünk át ez alatt, az egy perc alatt mondja el az ön hiszek egyét, hogy lesz a nőkből ugyanannyit kereső vállalkozó, mint a férfi. Hát én abban hiszek, hogy a nők tudatosabbak lesznek általam is, egy picit hozzáteszek. Tudatosabbak lesznek, hisznek önmagunkba és tesznek önmagukért. Szerintem ennél szebb végszót nem is mondhatott volna. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a szakszervezetek nőszervezetének az elnöke volt vendégünk, és Herceg Mária, és már is láthatjuk az előtérbe Horváth Csabát, aktuális Budapest politikáról fogunk vele beszélgetni. Most előzetesek, aztán tartsanak újból tovább velünk. Let's go.